köszönöm szépen. Az első dal, az egy imádság. Az egy olyan dal, amikor áldás száll arra a helyre, ahol a skódugás játszik. Hát akkor áldás, kardoskóta. Közben, hogyha nagy Isten azt veszik észre, hogy a szememben könnyek szökne, akkor ez nem azért nagyon szépen játszom, hanem azért, mert hétfőn becsíptem a derekamat, és így is majdnem, hogy hordányon hoztak. Én úgy gondoltam, hogyha egyszer már megígértük, hogy idáig eljövök, akkor ez nem lehet, hogy Tel Avivban és Prágában játszom, és itt már nem fogok játszani. Megígértem, hogy idejövök, akkor itt is fogok játszani. Úgyhogy pekjetek van, eljöttem, és mindenkinek szét tudom dugálni minden alkatrészét. Egy, amiben biztosak lehettek, ez volt a leghalkabb számom, és innentől csak hangosabb leszek, mert a dudán nem lehet hangerőt visszafogni. Figyeljetek, mert nagyon jó dolog következik. Egész üveg Famous Girls Whiskyt lehet nálam nyerni. Azt fogja nyerni az egész üveg Famous Girls Whiskyt, aki kitalálja, hogy kigitározik a hátán mögött. Ez a fiú egy darab gitározni fog, már engedhetjük is. Hát így gitározni fognak szépen a hátam mögött, és Skóciából egyenest hoztam nagyon jó ízű, finom skót viszkiket, méghozzá Famous Girls típusú, aki kitalálja, aki le fogod játszani a számot, tehát aki kitalálja, mi a szám, majd ki gitározik, az egy egész üveg Famous Girls viszkiket. Poli, ez a Clint Eastwood, nem tudom, megvan nekem, ez kedvenc számom volt hosszú. Figyelni, ki gitározik, egész üveg Famous Girls Whiskyt nyer nálam. Mark Knopfler, így van. Mi a borbála?
egész üveg fény, rossz biszkit nyert tőle. Persze azt gondolta, hogy ő ezt egyedül fogja benyakolni. Nem, ezt meg kell osztanod ám a többiekkel. Ja? És a, mi a titka, addig mondom, hogy mi a titka a skót viszkinek. Tisztán kell inni, 16 fokosan, ember egyébként Skóciában nincsen baj. Kirakom az ablakba, úgyis 16 fok van, tehát tök minden. Én azért nem szeretek nyáron menni Skóciában, mert idegesít, hogy akkor a, csak az eső mennyiséget különbözteti meg a nyarat, meg a telet, legalábbis az én szempontomból. Biztos van valami más különbség, és én még nem találkoztam vele. Tehát 16 fokosan és tisztán ezt megjegyezni, mert még lesz további nagyszerű feladatok. Addig én még játszom, van még egy jó kis olyan dalom, ami egyéb irán egyház zenei darab, de hát a nálunk minden dal előbb-utóbb akármennyire egyház zenei vagy népzenei vagy tök mindegy, tehát nálunk mindig belopakodik a duda, a dudák mögött a szintetizátorok és a gitárok, úgyhogy menjük a másokra. Szóval először is úgy kezdődik, hogy ez, amiről beszélünk, ez nem szoknya, hanem úgy hívják, hogy kilt. Attól nem szeretik a skótok, hogyha a szoknyának nevezzük, mert a szoknyában a hölgyek tartózkodnak, a férfiaknak direkte külön varják ezt a kilt nevezetű dolgot. A skótok sok mindent eltanultak az ókori rómaiaktól. Egyrészt, amikor megállították a rómaiakat, akik Albion felől nyomultak Kaledónia felé,
a máig is látható repülőről, máig is látható Hadrianus vonalnál a Scotik megállították a rómaiakat. Ekkor elszerették tőlük ezt a ruhadarabot, ami a rómaiak tógájának az egyenesági folytatása, és ez az egyenesági folytatás megmaradt így ebben a variációban. Fejlődött azért közben, tehát évszázadonként valami kis trükköt raknak bele. Az a lényeg, hogy a kilt az úgy van kialakítva, egyrészt, hogy ez a legférfiasabb öltözé, mert hogy megtalálható rajta a fegyvereknek az elhelyezkedése. Már hoztam még egy csomó mutatóba, hogyha ez a fiút kell segíteni nekem. Nem csak gitároz, ezt a kardot hadd kérem, itt a falakkal van. Hoztam mutatóba, ez a másik dolog, amit elirigyeltek a Scotik a rómaiaktól. A római rövid kardnak egyenesági leszármazotta a Scott Dirk. Ők Dirknek hívják, szemmel látható, nincsen keresztrúdja. Hát itt ilyenje nincsen neki. Ugyanúgy, mint a római, aki szintén ilyen rövid. A rómaiak a pajzsok mögül szurkáltak ki, hosszú évszázadokig most is megtalálható a kelták, illetve a skótoknak a tárházában ez a dörk, amit én dudálás közben azért nem szeretek, mert ahogy ez így fő van akasztva az emberre, a dörk valahogy pont bejön két láb közé, a férfi ember ezt nem annyira szereti. De ez miért pont oda, én nem tudom, valószínűleg azért, hogy hasra is lehessen még esni benne. Valamit én nem jól csinálok vele. Szóval van a dörk és van a kilt. Egyébként a skótnál mindig valamilyen fegyver van. Tehát a mondom, a ruha eleve úgy van. És köszönöm, hogy segítesz, mert van segg lehajolni, csinálni semmi elmenetlő. Ezért megpróbálok meg idáig eltökni. Hát, valahol nyúl a skót, biztos, hogy egy fegyver lesz nála. Ez egy úgy hívják, ez Giandú. Ez Giandú, nem angolul beszélünk, mert a skótoknak van saját nyelvük. Ez a Gaelic. A Scottish Gaelic, az Giandú, az egy kis fekete, úgy hívják magyarul, hogy fekete gyilok. Ezt egyébként máig is jól lehet vele kocsmába dobálózni és szurkolódni, de a mai napra a mai korokban már csak egy szerepkőre maradt meg, jobban a kettő. Az egyik az, hogy az öltözetnek része, tehát akinek nincsen Giandúja, hát ilyen fekete gyilok nevezeti eszközök, az rosszul öltözött fel. Hát mit tudom én most, nem akarok példálózni senki. Most itt nem ül senki, de hogyha itt ülne valaki, és nem volna rajta, most már itt vagy te, mondjuk te egy lány vagy, és csodaszép, hát akkor legyél fiú, az hamarabb fog menni, de most itt gatya nélkül ugrálsz tök mesztelen, akkor te rosszul vagy felöltözve. Egy szám pisztolyod van, azon kívül semmi sem, tehát akkor te rosszul vagy felöltözve. Ugye fürdő gatya, de azért mondom, hogyha nem volna. Na, lényegre visszatérve. Tehát akinek nincsen Giandú, akinél nincsen, az rosszul öltözött fel. A másik, hogy ne sértődj meg, maradj itt egy szál pisztolyjal együtt, nyugodtan. Na, aztán megyek tovább, hogy a másik szerepkör még az Giandúnak az, hogy a haggiszt ezzel szúrják le. Na most mondtam mindenféle szépen. A skót ételekre most átjutottam. Haggis a legismertebb skót étel, ez a birka bendőjéből készült valami, ez fehér répa pürével eszik. A legrosszabb nyelvek szerint abból készül a haggis, hogy amikor a birka átugrik a kerítésen, ami a kerítésen fennmarad, a skótok abból csinálják a haggiszt. És el lehet képzelni, hogy ez mennyire jó és finom étel, pláne fehér répa pürével. Egyetlen egy módon lehet ezt megenni. Úgyhogy előtte leöntik viszkivel a haggiszt, majd utána megisszák a viszki maradékát. Verset mondanak hozzá, addig már mindenki be van lőve egy kicsit, és utána ezzel az Giandúval leszúrják. Ne rettenjen meg senki se Skóciában az étkezéstől, mert hogy 10 évvel ezelőtt a Gordon Ramsay, mert most ez az F betű, hogy nem tudom miért volt F betűvel, Gordon Ramsay nevére egyetlen egy darab F betű sincsen. Szóval Gordon Ramsay, a leghíresebb skót szakács, kihirdette, hogy emberek, találjunk valahol ehető skót ételt, mert a haggis az nem az. És a
Hát az, én azért lettem ott egy darabig nevesen jó dudás, mert európai létemre meg tudtam menni a hágyis. Szóval azért ezen túl kéne, hogy essék. Szóval a lényeg az, hogy Remzi kihirdett, hogy mindenki menjen el különböző oldón kastélyakba, várakba, és találjanak meg régi recepteket. Nem igaz, hogy a skótok ennyire vackot esznek. Egyébként ha elmondom, hogy ha a magyar elmegy bulizni, akkor azt mondja, hogy ilyen jó buliban voltam, kajapia nők. Na minden jó. Tehát elmondja, kajapia nők. Skót elmegy buliba, állóval voltam. Pia is volt, meg kaja is volt. A nők azok már nem nagyon úsznak fel náluk, úgy látom, de a kaja az jócskán hátrébb, de rosszul is mondtam. Bocsánat, azt mondja, hogy pia, meg nők volt, kaját nem volt. Elnézést, elrontottam. Tehát azt mondja, pia, nők volt. Kényzgőz viszkit nyertetek? Várjál! Hogy hívták a filmben a főszereplőt? Kicsoda? Leonardo DiCaprio-nak most átadom, és akkor itt a nevegyen megosztják, így van. Jó, tehát egész üveg Famous Dose Whiskey-t nyertek, és mi a titka a Famous Dose Whiskey-nek? Tisztán, a 16 fokosan lehet fogyasztani. Na, megyek tovább. Levegőt is veszek közben. Próbálok úgy csinálni, mint hogyha tudnék menni. Duháról, ja persze ott tartottam, hogy van a kiült, akkor folytatom, hogy azok a kockák, amiket most... Ja, de nem mondtam, hogy van-e alatta, vagy sem. Belelendültem, mert elkezdek ufázni. Na, ennek a történetnek van egy rövid vége, hogy nincs alatta semmi. Jó? Megyek rá a következőre. Na, tehát nincsen semmi, egyébként fizikailag is megvan a magyarázata. Van a jobbik magyarázat, ami jobban tetszik a embereknek. Ezt így szokták mutatni, aki 18 éven aluljak, azok nézzenek máshova. Tehát azt szokták mondani, hogy azért nincsen alatta semmi, mert ugye a skót férfi mindig harcra kész. Tehát ezért. A másik, amiért a fizikai valóság az a következő. Aki dudál, ne adj Isten véletlenül, első számtól a hátán elkezd ömlenni végig a víz. Tehát dudálni az maga egy fizikai erőfeszítés, elkezd ömlenni a hátadon a víz, és ha alsógatyát fölveszel, és dumálsz egy kicsit, meg egy kicsit megint dudálsz, akkor a szépen összegyűjti az alsógatya a vizet. Na most a skótok mind baba bőrűek, tehát vagy kis rózsaszín pöttyeik vannak, vagy vörös hajúak, tehát baba bőrűek. Ez azt jelenti, hogy 21 órán belül a popójukon nem lesz bőr. Tehát, hogyha ezt el akarják kerülni, akkor inkább nem vesznek fel semmit, és nagyszerűen itt szellőzik az ember. És mivel mondtam, hogy a nyár és a tél között a marha nagy különbség nincs, ez pont 16 fokkal van, ez kitalálva ez az öltözet. Na, menjek azért tovább, mert ezekről a kockákról is akarok még mondani. Kockák előtt, de kockák. Akkor most az egész fogásfokkal. Yeah.
gyerekek meg. Ja. A kilt kockák, milyen kockák? Uszka 2000 féle kocka minta van Skóciában. Ezt tartánnak hívják a kockamintákat. Általában klánonként más, de a legnagyobb cégeknek, vagy különleges ezredeknek külön tartán mintájuk van. Én jelen pillanatban most a Royal Stuartban játszom. Ez a mindenkori skót királyi családnak az öltözéke, ez ami most rajtam van. Van egy szabály, mindenki azt vesz fel, amit akar. Tehát tök mindegy, hogy milyen kocka szint vesz fel. Egyetlen egy a lényege, mindenki azt vesz fel, amit akar, de ha kitör a háború, annak az oldalán kell beállni a csatatéren, akinek a cucca rajta van az emberek. Tehát azért, így aztán azért van, hogy hogyha én fölveszem a Royal Stuartot, mivel én Magyarországon Kéri György vagyok, de Skóciában George Kerr, és a Kerreknek a külön a saját klán színük az ez, amit itt tartok, ez egy Kerr klán szín, mivel a Kerr klán az mindig a Stuartoknak volt a testőrsége, hát én hordhatom ezt is, meg azt is, teljesen mindegy ebből a szempontból, mert mindig ugyanazon az oldalon fogunk harcba szállni. 300 évvel azért Uszka már nem volt klán háború Skóciában, tehát ez annyira nem jelentős a dolog. Más is hordhatja, a cuccok rendkívül drágák, most a nyugdíjasok ne hallgassanak ide, egyetlen zoknő a 30 ezer forintnál kezdődik. Tehát azért mondom, hogy amikor én itt egy kicsit úgy sétálok, akkor az olyan 3 millió forint így vonulgászik fel alá. Azért sétálok lassabban, hogy meg tudjátok szállni. Ez vasított az eszembe a barraságot. Még nagyon szép mintákat direkt, hogy a hölgyek örüljenek, női hölgyek örömére. Azt mondja, így van, női hölgyek, ne. Buchanan mintázat, ez ősszel, tavasszal nagyon szép szerintem. Ilyen kis rozsdás, narancsos, nagyon jól néz ki. Azt mondja, azt mutattam már, ugye ott van mellettem a Kerr mintázat. Ugyanígy van másik klám is, mert ide, mert most nem elég. Jó, hát hogyha, hát van egy, mondjuk egy Kerr mintázat, így mutattam egy Buchanant is az elő, de azt tudni kell, hogy ebbe a vörös cuccba általában bulizni szoktak az emberek. Azt tudni kell, hogyha szombaton a valaki kimegy Skócia bármelyik utcájába, nem kell hozzá Glasgow-ba menni, vagy Edinburgh-ba, vagy Aberdeen-ba, teljesen mindegy, melyik városban vagy, faluban vagy. Ha szombaton kimész, és ott józan embert látsz, az turista. Hát ez lényeges. Ezekben a méregdrága holmikban az emberek szombat-vasárnap elmennek mulatni, viszonyú pocsolya részeget tudnak lenni, és ekkor, mert hogy a buli színe ez a vörös, tehát amikor vörös. Viszont már melyik az a hülye nyúl, hogyha én elmegyek rá vadászni, azt ne szúrnák ki, hogy én ebbe a vörösbe őt üldözni kezdem. Ezért mutatok egy hunting Kerr. Hát ez a vadász Kerr mintázat, tehát ez a családnak a vadászó öltözéke. Ezzel már viszont simán el lehet tűnni az erdőbe, tehát a zöld erdőbe simán eltűnök benne, ez a hunting Kerr. De ahogy én eltűnök az erdőbe a családi hunting mintázattal, úgy a király, ne adj Isten, egyik sivatagjába eltéved, vagy betéved az egyik sivatagjába, akkor fölveszi a sivatagi mintázatát, mert hogy mégiscsak úgy dukál, hogy a király a sivatagban Camel mintázatot öltsön. Hát Camel Stuart. Ez mondjuk érteni. Hogyha a király a hét tengere közül valamelyikre elmegy, akkor zsenád neki ugye valamilyen valamilyen ezt, hogyha ki tudom innen szabadni, de ki tudom. Tehát akkor jönnek a nevi mintázatok, tehát a tengeri mintázatok, mert akkor az olyan ciki, hogyha az ember, hogyha már király, akkor ne kékbe legyen a tengeren, úgyhogy akkor vannak kék színe is neki. És hogyha egy nagyon híres ezrednek a cucca is itt van, úgy látom nálam, nagyon híres ezred, ők a Black Watch. Ezt szerintem Magyarországon is ismerik.
Ez közelről kék-zöld, egyébként messziről fekete. Black Watch-ék az El Alamein csatának, ők törték át az Afrika Korpsnak a vonalát, tehát legelőször ütötték meg a fasiszta seregeket. Máig is ők vannak a legvadabb helyzetekben, tehát hogyha valahol nagyon szorul a hurok az Egyesült Királyság birodalmán, valahol valami rés van, akkor általában az első-másodikok ők szoktak lenni, akiket oda küldenek. Náluk egyetlen egy keményebb csapat van, már csak a gurkák vannak. Hát ott a Black Watch itt a nagyon kemény fiúknak a színe. Nagyon még kicsi a ruházatról, és aztán tényleg folyok nektek valami jó kis viszkis nyerhetősége. Tehát a ruházat, még ezt szokták kérdezni, hogy micsoda, Sporránnak hívják, ennek az a lényeg, hogy a magyar huszároknak, hogyha nincsen zsebe, ugyanúgy a kilt meg sincsen zsebe, és ezáltal kell egy a huszárnak tarsolj, a szkótnak egy sporrán kell, ami bepakol. Ide szoktak pakolni pénztárcát, mondjuk. De azt jelenti, hogyha pénztárcát el akarnak lopni a skóttól, és azt itt elő mutatják, azt általában észre szokta venni a skót. Amelyik nem veszi észre, ott azzal már bajok vannak. Na már most, ez egy fémláncon lóg, tehát egy skóttól csak úgy elragad, meg levág, nem lehet, ez spontán le lehet róla lánkheggeszteni a skótról a pénztárcáját, egyéb más lehetőség nem adódik. Röviden összefoglalva, skóttól pénzt elvenni lehetetlen. Na. Közismert dalt fogok játszani. Olyannyira közismert dal, hogy minden magyar tudja énekelni. És kiderült, hogy ez egy alapvetően skót karácsonyi dal. Alapvetően, olyannyira alapvetően skót karácsonyi dal, egész üves skót viszkit nyer nálam az, aki megmondja, hogy ki a szövegíróját. Én nem tudom énekelni, mert nekem tele lesz dudával a szám, de egyébként, aki tudja magyarul, az is énekelgetheti nyugodt szívvel, rá fogtok ismerni. Aki meg tudja mondani, hogy ki a zeneszerző, az ki a szövegíró, szóval egész üveg Famous Ghost Whiskey-t lehet nálam nyerni.
Jó, köszönöm. Akkor ki a szövegíró? Segítsünk, próbálok segíteni. Hát a, mi volt ennek a magyar címe? Gyertyafénykeringő. Az eredeti címe, hogy Aldlánca. Akkor inkább még segítek. Mi volt az a film cím, amiben szerepel? Nagyon régi film. Találnak egy medált egy hídon, és a hídon megnyomják a medált, és kiugrik belőle ki. Majdnem olyan híres, mint a Kaszablankát. Ezt elfelejtették egy kicsit. De egyetlen, ugyanabban az évben csinálták egyébként a két filmet. Londoni bombázás, Londonban egy híd, és orrotok előtt fogom meginni a viszkét. Régi-régi dal, ez is jó, mint is szöveg. Mutasd azt a viszkit hátra, akkor... Jaj! Leonardo DiCaprio, nektek mekkora viszkitek van? Ez egy kisebb. Az egy kisebb, tehát ez egy literes. Eredeti fényű. Jó, jó, akkor itt elkezdem inni az orrotok előtt, jó? Megelőttetek, majd inkább fölteszek egy másik kérdést, jó? De azért elállom, öngyönözőre viszkit. Én megiszom, és akkor... Na, nem. Elmondom azért a megoldást. Robert Burns. Az egyetlen Magyarországon is közismert és népszerű költő, aki írta a szöveget, Auld Lang Syne az a címe, és a Waterloo Bridge volt a híd, amivel... Jó, bosszúból, ja nem, még a ruháról még itt nem mondtam, Dudáról nem beszéltem, Dudánál rövid leszek, a Duda az, a rövid leszek az nálam úgy kezdődik, hogy az ősrobbanás előtt. Nem, ez most egy rövidebb történet, Krisztus születése előtt, 2000 évvel már Mezopotámiában dudáltak. Így jött föl Mezopotámia felé, felől a dudálás szeretete Európa felé. Minden országnak megvan a saját dudálása, a bretonoknak, a spanyol asztúriaiaknak, így a magyaroknak is megvan a saját dudálása, és a németeknek is. A magyar duda és a skót duda között lényeges különbség, hogy ameddig a magyar dudát arra csinálták, hogy a közönségnek táncoljon, addig a skót dudát arra készítették direkte, hogy a hadsereget vezesse. A dudás maga a zászló, amelyre megy a duda, arra felé mozog el a sereg, és évszázadokon keresztül igazán szépen játszani nem is nagyon akartak rajta. Tehát a fő lényeg az, hogy a duda nagyon hangos legyen. A skót duda, ez amivel játszom, ez uszke 120 decibel, tehát a leszálló jumbo jetek hangja környékén szokott szólni egy-egy duda. Az első duda, amivel játszottam, úgy szoktam csinálni, mint a Rolling Stones koncerten, kisebb dudával kezdtem, az uszke csak a 98-100-as decibel szám, és akkor úgy megy fölfelé az ember mindig. Tehát ez, amivel most játszom, a 120 decibel. A duda inkább szónikus fegyver, mint hangszer, egyébként lehet most már rajta jól is játszani. A duda be, tehát az a lényeg, hogy itt belefújok, előn játszom, és akkor ezeken a drónokon hátul meg ki a hang, meg előn is, ahol játszom. Tudni kell, hogy ahova befújok, azt előtte kikenik a viszkinek és a sörnek az alapanyagával, és hogyha ezt visszafújják bele, akkor marad belül a levegő. Ez röviden, így is lehet mondani, hogy narancslével szerik szólni. De ez is sokkal jobban hangzott, hogy a viszkinek van. Tehát az a lényeg, hogy ez egy ronda massza, ugyanazt kell visszafújni. Tehát az ember vagy viszkit, vagy sört iszik előtte, visszafújja, és akkor megtartja a levegőt. Egyébként én biztosra megyek, én viszkit is, meg sört is szoktam előtte inni. Biztos legyen az ember a dolgában. Ezt követően, aki volt már strandon, az tudja, hogy egy labdát, egy ilyen, vagy jön a gyerek, apuka fújt fel már a labdát, csak elkezd az apuka fújni a labdát, elkezd érezni, hogy azért van ám szédülés egy rendes strandlabda felfújásnak. Képzeljük el, hogy megiszik az ember egy viszkit meg egy sört, majd felfújja a strandlabda nagyságú ezt a belső részét, akkor már megvan az egész, és az egész 120 decibel belehorsod a fülébe. Emberek, ez ugyanolyan repülés élmény, mint valami más dolog történet. Ilyenkor szoktam mondani, hogy emberek, ne szurkodjátok magatokat, és ne füvezzetek, és ne drogozzatok, dudáljatok. Ugyanaz az élmény megvan, erről le lehet szokni, hál' Istennek. Egyébként ez ugyanolyan nehezen ereszt az ember. Tehát végül is iszik az ember, egy kicsit felfújja, dúr bele az embernek a fülébe, ugyanolyan süket és hülye lesz, egy kicsit drogozni. Tehát
teljesen fölösleges drogra milliókat áldozni, dudáljatok. Na, a dudáról csak már ilyen jó ízeket mondtam, akkor most ki kell találni. Van egy nagyon szép búcsúdalom. A búcsúzás ma azt jelenti, hogy idáig bírtam állva. Tehát valószínűleg, hogyha és most lerakom a cuccomat, én itt a, ne lepődjön meg, hogyha elfekszem a fülön, mert annyira fáj, már hátra... Nem, van egy jobb a sört fogok inni, arra biztosan megyek megint. Na, tehát van egy utolsó, nagyon szép számom. Egész üveg fémizgóz viszkére el lehet találni. Vajon mi célt szolgálhat ez a nagyon szép dal? És ez lesz a 16. Mi célt szolgál egész üveg fémizgóz viszkére? Imádság, nem? Mondjunk valami más. Ott a mondja. Altatódal, nyerte egy egész üveg fémizgóz viszkit. Így van, most azt képzeljétek el, hogy én az én gyerekeimet ezzel altattam otthon. Egyik sem mert nem elaludni. Gyere, gyere, egész üveg fémizgóz. Hogyan kell fogyasztani a fémizgóz? Így van, tisztán és 16. Szervusztok, sziasztok! Idáig írtam állva. Egyéb irányt, hogyha véletlenül olyan könyvet láttak a boltban, azt most mondom, hogy tényleg. Ha véletlenül olyan könyvet láttak a boltokban, ami Kéri György neve szerepel, és ami a skót történet, általában én írom a skót történet, tehát a skót regényeket szoktam így Magyarországon, magyar nyelven elkövetni. Ez például a skóci ege szabad.
Ez szigorúan 18 éven felülieknek való könyv, mert egy háborús könyv. Ő Rejtő Jenő is egy kicsit ott volt a tollam egyik végén, amelyik mozgatta a másik végét. És az a lényeg az egésznek, hogy olyan hihetetlen történeteket találtam, amelyek valóságosak, hogy azokat összeszedtem egyetlen regénybe. Ez háborús könyv, és már muszáj volt egyébként képeket beleraknom ebbe a könyvbe, mert nem szoktam képeket belerakni a könyveimbe, de ebben már muszáj volt, mert annyira hihetetlen volt az egész történet, hogy úgy éreztem, hogy csak akkor lehetséges, hogyha eredeti fotókat belerakok. Skócia egész szabad, ez a Skócia fölött harcoló önkéntes repülőknek állít emléket, közöttük a leghíresebb Katharine Hepburn amerikai önkéntes filmszínésznő volt. Tehát olyan történet, hogy ki tudott akkor repülni, akkor azt tudott, a kékvérűek tudtak repülni, és a színészek, és a milliómosok tudtak akkoriban repülni, akik szívesen adták az Egyesült Királyságért életüket és vérüket. Egy feltételük volt, hogy a háború olyan 9 óra előtt nem nagyon kezdődjön, mert még akkor azért reggelizni szoktak. Tehát, de végül is a könyv beindul, és nagyon aranyos történet, és egyébként más ilyen skót, háborús, illetve kevésbé. Van olyan is, ami 18 éven aluljak is el tudnak olvasni. Annak az a címe, hogy a Dudás legendája.